Most nézzünk egy erdőbőt, hogy hogy tudok ezzel így erdőbőzni. Na, most mintha egy platjátékos lennék körülbelül. Szóval vessük össze az elsővel, ugyanúgy nyomok egy erdőbőt, nézzük meg, hogy ez milyen lesz. Megvárjuk, amíg fölmegy a labda. Hopp. Remélem, srácok, ti is látjátok a kettő között a különbséget, hogy miért is fontos nagyon a jó kamerabeállítás Rocket League-en belül. Na hát, szevasztok, srácok, én is Kivridatya vagyok, és eljöttem a várva várt videóval. Sokan kérdeztétek live-okon belül, srácok, hogy mi a kamera settingsem, mi a control settingsem, milyen beállításokat használok. Szóval, elérkeztem a videóval. Először is mutatom, srácok, a alapbeállításokat, mert most beraktam mindent az alapra. Itt figyeljetek, megmutatom trainingben, hogy egyébként mennyivel lesz másabb. Ti is látni fogjátok a különbséget. Szóval, srácok, ez az alapbeállítás. Így kezdődik. Amikor letöltöd a Rocket League-et, bejelentkezett. Semmi error nincsen, semmit nem tudok csinálni. Drift az is kegyetlen, mert ugye a dead zone az magas. Most nézzünk egy erdőbőt, hogy hogy tudok ezzel így erdőbőzni. Na, most mintha egy platjátékos lennék körülbelül. Ezért is nagyon fontos, srácok, egyébként, hogy átállítsátok mindenféleképpen, mert nagyon sokatoknál vettem észre, hogy rossz kamerabeállítást használtok, rossz control settingset használtok, rossz controller settingset használtok, szóval, srácok, ebben most szeretnék nektek segíteni. Egyébként volt olyan játékos, aki nem tudom, champion alja volt, azt hiszem, és olyan rossz volt a beállítása, hogy szerintem champion 2, champion 3-ig simán fel tudott volna menni, ha mondjuk a mostani beállításomat használta volna, vagy egy másik emberét, amelyik szintén jól be van állítva. Először is, srácok, ezt a két pipát nagyon gyorsan vegyük ki, mert erre semmi szükségünk nem lesz. Ezután a Field of View-t rakjuk 110-esre. Mint látjátok, sokkal távolabb került az autó, sokkal nagyobb szöget látunk be. Ezt egyébként 109, illetve 110-en szokták használni. Én a 110-eset ajánlom jobban. A Distance, az ugye a távolság, hogy milyen messze van a kamera, azt 260-ra rakom. A következő, srácok, a magasság lesz, amit nagyon sokan rosszul használtok, nagyon sokan 100-ason használjátok, srácok, ezt 200-ra rakjuk fel. Így sokkal magasabbról látjuk az autót, sokkal könnyebb erdőbőzni. Nézzétek meg. Azt a kurva, amúgy ki tud így játszani, senki. Na így, srácok, sokkal egyszerűbb szerintem, mint hogyha 100-esre raknánk. Szóval én ezt 200-eson is fogom hagyni. Nem, egyébként ezt rakjuk le, srácok, 100-esre. Így sokkal jobban látjátok az autót. Illetve sokkal könnyebb erdőbőzni. Következő, srácok, hogy milyen szögből lássátok az autótokat, ezt mínusz 5-re rakjátok. Következő az a merevség, amit egyébként nem tudok pontosan, hogy micsoda. Ezt 0,65-re rakjátok. Srácok, ez az utolsó kettő, ez lesz nagyon fontos nekünk, hogy mennyire vált át gyorsan a kamera. Ezt én 7,20 és 1,20-ra rakom, és akkor így fog nekem váltani a ballcamra, illetve vissza. És nézzétek meg, hogyha mondjuk ezt fölrakom maximumra, akkor így vált át a kamera. Van egyébként, aki így használja, engem nagyon össze tud zavarni. Tehát én nem tudnék így játszani, hogy ilyen gyorsan látom, nekem szükségem van arra, hogy egy kicsit forogjon a kamera. Ezért is rakom 1,2-re, ez persze természetesen mindenki maga dönti el, hogy kinek hogyan kényelmesebb. Nekem így sokkal jobb. Jöhet, srácok, settingsen belül a controller beállítása. Hogyha controlleresek vagytok, akkor ez a felső nektek nagyon fontos, a billentyűzeteseknek ez nem. Viszont én controlleres vagyok, szóval mutatom is, srácok, ezt én fölrakom 1,8-ra, illetve az alatta lévőt is, a steering és az aerial sensitivity is. Hova hiszem? Damn! 1,8-on van. Nem tudom, miért vittem 3 felé. Kicsit elbambultam. Jön, srácok, a controller dead zone, hogyha jó a kontrolleretek, és nem rángat, hogyha alacsonyra veszitek, akkor mindenképpen rakjátok 0,8-0,10-re körülbelül. Én 0,8-on használom. Ezáltal ugye sokkal hamarabb érzékel a joystick, ha húzzátok. Így, mint látjátok, sokkal hamarabb érzékel. Most nincsen bevágva. Kifagyott a gépem. Jó, oké, hello, újra itt vagyok.
nincsen bevágva controller delay, viszont lehet érezni a különbséget. Gondolom, hogyha nézitek ezt a videót, közben ti is csináljátok, szóval ki tudjátok próbálni, hogy milyen így, illetve milyen, hogyha följebb rakjátok, hogyan érzékel. Szóval menjünk is vissza a settingsbe. Dodgy Dead Zone-t, srácok, használjátok 80 és 65 között. Én 80-on használom. Ha sokat backflippeltek, akkor rakjátok följebb, srácok. Nyilván ez akkor, hogy mondjuk ilyen alacsonyan van, mondjuk levettük, srácok, 30-ra, ha meccs közben mondjuk fesztéri elhozni akartok, akkor előfordulhat, hogy gyakran behátra szaltóztok a meccs hevében, ugye gyorsan próbálod csinálni, akkor simán lehet, hogy behátra szaltózol. Ezt én föl is rakom, srácok, 0,80-ra. Én ezen szoktam használni, és még így is amúgy néha hátra szaltózik az autóm, de 0,80 az tökéletes. Nézzük is, srácok, a bindeket. Nekem, srácok, egyébként minden az alapbeállítás, kivéve az R-roll right, nekem a R1-en, illetve az R-roll left az L1-en van, és ami még nagyon fontos, a scoreboard, srácok, ugyanúgy L1-en van, mint az R-roll left, ezért is kell átrakni, mivel hogyha R-roll left-et akarom használni menet közben, akkor mutatja a scoreboardot, és ez nem jó, ezt be is rakom a jobb oldali joystick benyomására, az az R3. Amit még nagyon fontos, srácok, átállítani, az a reset roll, ugye ez tréningen belül, én ezt is az R3-ra rakom. A hold to roll, azt is az R3-ra rakom. Reset shot, azt is az R3-ra rakom. Defense shot, azt is. És így ennyi, meg is vagyunk akkor. Nézzétek, srácok, mennyivel másabb lett. Tudok elrollozni. Hopp, egyből peak shot. Ey, mi maradt ki, srácok, de most már tudunk elrollozni. Normálisan látjuk a labdát, normálisan tudok mindent használni. Én egyébként többet használom az R-roll right-ot, mint a left-et. De nézzétek meg, mennyivel másabb lett a gameplay-em. És ezt meccs közben is, srácok, nagyon jól tudjátok alkalmazni. Szóval vessük össze az elsővel, ugyanúgy nyomok egy R-dribbelt. Nézzük meg, hogy ez milyen lesz. Megvárjuk, amíg fölmegy a labda. Hopp. Ti is látjátok a kettő között a különbséget, hogy miért is fontos nagyon a jó kamerabeállítás Rocket League-en belül. Hopp. Fliprezzo! Megmutatom még, srácok, hogy a videónál hogyan van nekem beállítva. 1920x1080-ra van rakva. Ez itt off, high quality. Nekem 144 Hz-es monitorom, szóval 144 FPS raktam. Jobb oldalt én mindent kiállítottam, minden performance-em volt, kivéve a legalsó. Srácok, ez szerintem tökéletes beállítás. Semmi lag nincs a játékban. Szóval, srácok, ezek lennének a settings-eim. Hogyha tetszett a videó, mindenféleképpen dobjál rá egy lájkot, iratkozz fel és nyomd be a csengőt, hogy ne maradj le a legújabb tartalmakról. Köszönöm szépen, ha végignézted ezt a videót, én is Kivrötyö voltam. Szevasztok!